ügyözött mindenkinek 2022. szeptember 2-án. Szeretnék megmutatni egy riportot a Kossuth rádióból. Nem tudom pontosan, hogy mikori, de igen, 8. ó 11-ei, úgyhogy nem is olyan friss ez, vagy három hetes, de nézzük, hogy mi az, amit mondana. Trendidők. 2030-ra elfelejthetjük a mobiltelefonjainkat, ugyanis a testünk válik majd olyan készülékké, amelyel a többi között telefonálni is lehet, állítja a híres finn mobilgyártó cég vezérigazgatója Pekka Lundmark. Majd kérjek meg mindenkit arra, hogy osszátok meg ennek a videónak a linkét, és amennyiben hasznosnak találjátok a munkánkat, támogassátok azt, különböző módokon megtehetitek ezt, és azzal biztosítjátok, hogy ezt fent tudjuk tartani. Köszönöm a figyelmet, és mindenkinek a legjobbakat. Halleluja! Világos, hogy azok a dolgok, amikről évek óta szó van, azok most valóságá válnak, és lehet, hogy csak számomra különös, olyan értelemben, hogy nem meglepően különös, hanem érdekes az, hogy minden válság, szépen mostanra érte el, hogy kezdi elérni a csúcspontját, úgy, mint az energiaválság, munkahelyek megszűnése, az infláció, az állítólagos klímakatasztrófa, és pont ez az idő az, amikor előállnak ezzel, és egyre inkább, egyre több forrásból megerősítik, hogy ez a technológia lehetséges, illetve át fogja venni, most már ugye arról beszélnek a mobiltelefonoknak a helyét, egy beültetett chip most nem tudom, hogy összerakja bárki más ezt a képet, de a jelenések könyve 13-as vagy 16 azt mondja, hogy azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdókkal és szegényekkel, szabadokkal és rabszolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek, és hogy senki ne vehessen és el se adhasson, hanem csak akin a, a vagy bélyege, vagy a neve, vagy a nevének a száma. Megtalálható hogy ez, ez a chippe, amiről szó van, én ezt kifejtettem talán az egyik első videóban, ami az Infobubble csatornákon megjelent, hogy hogyan is működik ez teljességében, de nekem meggyőződésem, hogy valami úton, módon lesz egy biometrikus azonosító rendszer, amely korlátozni fogja az emberek pénzhasználati szabadságát, illetve lehetőségeit, amelyeket most még élvezünk, és úgy tűnik, hogy a Kossuth Rádion ez 2030-ra teszik ezt az időt.